Sziasztok! Szeretném nektek egy kicsit megmutatni, hogy én hogyan szoktam képet szerkeszteni lézergravírozáshoz. Elsősorban mondjuk tegyük fel, Magyarországon vagyunk, legyen a parlament, ugye felmentek Google-ra, beütitek, hogy parlament, ugye képkeresőbe, ott találtok, megtaláljátok a maga számotokra megfelelő méretű képet, azt letöltitek. Na, itt meg vagyunk. Én Photoshopot szoktam használni, illetve Inkscape-et. Ezekhez a dolgokhoz, illetve K40 Whisperert magához a gépvezéléséhez. Szóval, akkor kezdjünk is bele. Megnyitjuk a Photoshopot, ugye ide beleteszitek, ugye file megnyitás, beleteszitek magát a képet. A legelső dolog az, hogy rámentek, itt van, hogy kép. Itt van, hogy ott le fog jönni, hogy mód. Elsőben átteszitek szürke árnyalatossá a képet, igen, törli a színinformációkat, törlés. Kész. Mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor kész van, nem, egyáltalán nincs kész a kép, ilyenkor visszamentek, hogy kép, korrekciók, én rászoktam menni a görbékre, és itt vannak maga a görbék, ide félrehúzom, hogy lássátok a képen a változásokat, itt van a, ugye maga a görbe. Fontos, hogy minél világosabb legyen a kép, ugyebár annál jobb felbontású lesz maga a kép, illetve sokkal szebb lesz amúgy majd lézerrend, azért nem szabad teljesen túlhúzni, akkor viszont nem fognak látszódni a sötét részek, amikor magát a képet gravírozzátok. Ugye elsősorban az nekünk az a lényeg, hogy eltűnjön, kicsit jobban kitűnjön a fehér, illetve a sötét magából a képből. Ugye a fehér rész azt eleve nem gravírozza a gép, ezért is fontos, hogy ezt ne is gravírozza, ne is akarjon oda nekünk semmilyen foltot tenni. A sötéteket meg azért igenis, az nem számít, meg az jó is, hogyha azt egy kicsit meggravírozza. Szóval, hogyha felfele húzzátok a görbét, akkor el kell sötétedni a kép, ugye ez nekünk nem kell, mindenféleképpen lefele kell húzni a görbét. Igazából én ezt érzésre szoktam csinálni, magát nézem a képet, azért húzom ide félre, egy kicsit még jobban félre húzom a görbéket, jobban lássam a képet, de ugye lehet látni azt, hogy azért sokat világosodott a kép, a sötét színek még mindig sötétek, a fehérek viszont már fehérebbek, ugye nekem ez volt a lényeg, hogy menni inkább különüljön el a kettő az egésztől, ilyenkor leokézom. Itt még visszamentek a képre, itt vannak újra, lenyitjátok a korrekciót, és van egy olyan, hogy expozíció. Itt lehet a gammát is korrekciózni, itt ugye egyen van alapvetően a gamma, ha ezt húzzátok, akkor sötétedik vissza a kép, ugye ha fölfele húzzátok, ha a jobbra húzzátok, ha balra húzzátok, akkor meg világosodik ki. Én ezt mindenféleképpen egyen hagynám, illetve ha nagyon bele akarok nyúlni, akkor inkább egy picit visszatenni, ugye úgymond kicsit közelebb a nulla felé, itt lehet látni, hogy azért a sötét részek akkor még jobban kiemelődnek. Itt van az expozíció, ugye ez maga a képnek a világossága, illetve sötétsége, ez maradhat 0.0-án, igazából itt ennyi az eltolása, meg igazából én nem is szoktam foglalkozni. Itt kész van maga a kép. Ilyenkor file, mentés másként, ugyebár mindenféleképpen, ugye számítógépre akarjuk menteni, nem felhőbe, mentés számítógépre. Ugye én már egyszer letöltöttem, ezért nekem már megvan, hogy országhoz használni, és mindenféleképpen itt nyissátok le, és PNG-be mentsétek a képet. Nagyon fontos a PNG, mert utána az Inkscape-el ezt fogjuk csinálni, újra dolgozni. Én nem mentem el újra, mert nekem már le van egyszer mentve. Tökéletes. Megnyitjuk az Inkscape-et. Itt van, hogy úgy dolgozhatom, ugye itt vannak egyszer a munkaterület. Mint láttátok, a kép hosszan nyúlik el, ugye vízszintesen nagyobb a kép, úgyis ugye így hozta ki nekünk magát a lapot az Inkscape, ezért fogjuk, megnyitjuk, hogy Fine, dokumentum beállítások, feljönnek a dokumentum beállítások, ugye itt látszik, hogy álló vagy fekvő kép kell nekünk, most fekvő kép kell, mert a képünk fekszik, és ugye 300x200-as maga a K40-en a munkaterület. Úgy átvonítva 300x200-ra, ugyebár itt maga a munkaterület, akkor file, megnyitjuk, vagy hát importáljuk a képet, ugyebár itt van országház 111, megnyitjuk, igen, leokézzuk, tökéletes.
visszakésés, mint látjátok, a kép nagyobb, mint maga a lapunk. Ilyenkor, hogyha nyitva van a lakat, fontos, hogyha képet akartok változtatni, és nem akarjátok, hogy a képnek eltolódjanak a szimmetriái, akkor bezárjátok a lakatot. Ugyebár 300 a munkaterületünk. Átütjük 300-ra, és automatikusan itt látszik, hogy átírta ő már a magasságot is. Így rá tudjuk húzni magát a képet. Ilyenkor, ugye ki van, rá van kattintva a képre, ide rámegyünk a rendezésre. Ugyebár a laphoz viszonyítva fogjuk rendezni. Ha azt szeretnénk, hogy a laphoz viszonyítva viszintesen középpen legyen, ugyebár akkor ide rákattintunk, és még nem tudjuk azt, hogy most egyáltalán jó húztuk-e rá a lapra, de azért legyen a laphoz viszonyítva középpen is, biztosan ott a kép. Megnézzük, ránagyítunk. Bocsánat. És látjuk az, hogy kiért teljesen a széléig maga a kép. Ha képet úgy akarjátok gravírozni, ugyebár, hogy esetleg keretezni is szeretnétek magát a képet, és megvan a keretetek, leméritek, milyen széles maga egyik oldalról a keret, ugyebár mondjuk tegyük fel, hogy 2,5 cm széles maga a keret, ugye az két oldalról 5 centi. Így ezért fogjuk, átméretezzük, hogyha képkeretezni akartok, ugyebár 250 mm-re, ugye mert mindenhol akkor 5 centi maga a keret, úgy ki is jött, át is méretezte, jó, fölül egy kicsit nagyobb lesz, nézed, de az nem baj, és akkor újra betesszük a képet középre, hogy a függőleges tengelyhez, illetve a vízszintes tengelyhez is középre, és hogyha a képet innentől kezdve keretezni szeretnétek, akkor itt megmarad maga az a rész, ahova a keret nyugodtan rálóghat, nem fog kitakarni semmit a képből. Remélem tudtam segíteni. Innentől kezdve mentitek a fájlt, méghozzá mentés másként, SVG-be fogjátok menteni, ugyebár Inkscape-be, itt alapból kihozói rajz, ugyebár nekem el van mentve Országház 111-es néven, ugye az volt végig a Photoshopban is, illetve mindenhol maga a fájlnak a neve. Elmentettem, elmentitek, és onnantól kezdve a K4-ben Whisperer-be ezt így behúzzátok, legalúrozzátok. Több mint valószínűleg szép lesz a munka. Lehet, hogy nem a legegyszerűbb, lehet, hogy ennél van egyszerűbb módja is, én ezt az egy módszert ismerem. Kezdő, saját magam jöttem rá, én sem vagyok még profi ebben, remélem tudtam segíteni. Ha bármiféle kérdésetek van, nyugodtan keressetek. Nem hiszem, hogy ez a csatorna arról fog szólni, hogy én túl sok mindent fogok rajta ilyesmit dokumentálni. Egy, időhiányában is, kettő, minden másban. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!